zsúfolásig megtelt a Szent Margit Kórház konferenciaterme, ahol Zeisel Endre, híres orvosgenetikus az elmúlt 25 év legnagyobb közegészségügyi felfedezésének bejelentésére készül. A 79 éves tudós professzort egészségügyi állapotára való tekintettel a jelenlévők védőmaszkban várták. 1980-as évek eleje volt, amikor a szakértők rájöttek arra, hogy miért van az, hogy a szegény és tanulatlan várandósok sokkal gyakrabban hoznak világra rendellenes kisbabát. És akkor az a hipotézis fogalmazódott meg, talán ezért a táplálkozás a felelős. Ugyanis nem kell önöknek mondanom, hogy aki jó módú tanult, az végül is meg tudja választani, hogy mit tegyen. Ezzel szemben a szegény, tanulatlan, hát az azt teszi, ami éppen van. És akkor szerencsés pillanata az életemnek, állandóan fölmerült, hogy ezt az elméletet, ezt ellenőrizni kellene. Csak a tudományban ma csak a kettős vak vizsgálat elfogadott. Ebben a mi vizsgálatunkban 5600 várandost tudtunk bevonni. Ugye ez azt jelentett, hogy a fele kapta az úgynevezett magzatvédő vitamint, a másik fele nem kapta, de ők nem tudták, hogy melyiket szedik, és azért volt kettős vak, mert mi se tudtuk. Mi orvosok azért nagyon szeretjük az elméleteinket bizonyítani, tehát jó az, hogyha mi se tudjuk, hogy miről van szó. Molekuláris genetika, amely hát szerintem jelenleg a orvosláson belül a vezérágazat, nagyon hamar kimutatta, hogy itt nem táplálkozási hiányról van szó, hanem arról van szó, hogy a szervezetünkben az egyes kromoszómán elsősorban van egy génhiba, és ez a génhiba miatt nem tudja elbontani az az enzim a szervezetben folyamatosan keletkező mérget. Elkezdtük a vizsgálatot, még a nevét se tudtuk, a homocisztent. Hogyha például a homocisztein méregtenítésért felelős gént, amit ugyan nem tudunk megváltoztatni, de az általa irányított enzimre rá tudunk szólni, ha szeretnénk táplálkozással megoldani, akkor azért a kollégáknak elmondom, hogy az angol orvosok kiszámolták, hogy ahhoz napi 15 tányér spenótot kell megenni, de minden nap. Hát szerintem arra kevés ember beszélhető rá. Tehát ez egy félreértés, hogy a táplálékkal megoldható, mert itt egy génhibáról van szó. Mert kiderült, hogy a szervezetünkben folyamatosan keletkezik homocisztein, és ha nem tudja a szervezet elbontani, akkor ez megemelkedik, és amikor a kis magzatban az ideg lemezből kialakul az ideg cső, akkor ez lelassul, és ha elő nem záródik, akkor agykoponya hiány, ha hátul nem záródik, nyitott gerinc lesz. És akkor megint egy óriási meglepetés jött, hogy a magyar emberek 11%-ában ez a génpár nem működik. Most nem akarom önöket idegesíteni, de 45%-ban pedig csak az egyik működik. Na most 45 meg 11 az 56, tehát tulajdonképpen lényegében minden második ember bizonyos fokig érintett, bár igazából a gond, akinél homozigóta, tehát mind a kettő. Így állt össze a magzatvédő vitamin 1, aminek az lenne tehát a célja, hogy ezt ne szedjék a bodybuildingesek, ne szedjék az impotens férfiak, hanem szedjék azok a nők, akik nagyon-nagyon szeretnék, hogy egészséges kisbabájuk legyen. Amikor a Bogival voltam várandós, akkor én is szedtem magzatvédő vitamint, és tisztában vagyok ezeknek a fontosságával. Viszont amikor anyukákkal beszélgettem, így várandós tanácsadáson, nőgyógyásznál, akkor azért kiderült számomra is, hogy ez nem mindenkinél egy ennyire tiszta kérdés, vagy hogy vannak anyagi lehetőségei. És én ezt nagyon jó dolognak tartom, hogy innentől megnyílt az út, és több anyukának van lehetősége arra, hogy vigyázzon a kisbabájára, és hát reméljük, hogy ilyen szép és egészséges babája lesz mindenkinek. Az egészségügyi világszervezet szerint ezzel a komponens kombinációval a rendellenségek egyharmada kivéthető. Ma nyitott gerinces gyerekek 98%-át megszakítják. Ultrahangon felismerik, és az édesanyja érthetően nem vállalja.
De azért magunk között szólva nem ez az optimális. Az eutanázia egy nagyon vitatott valami. Ezt úgy hívják, hogy teratanázia, hogy jogunk van-e egy sokszorosan rendellenes gyereknek az életét kioltani, a társadalom elfogadja, de az én álmom az lesz, hogy nem kioltani kell az életet, hanem annak a rendellenességnek a kialakulását kell kivédeni. És ebbe a genetika fog segíteni.